A következő gyakorlat a váll, öv és a nyak izmainak lazítását, kicsit mobilizálását célozza meg. Két labdát fogok én használni ez a gyakorlathoz, de nem feltétlenül szükséges a gyakorlathoz a labda, tehát anélkül is teljesen jól kivitelezhető, illetve a hatása is nagyjából ugyanaz. A labda azért jó egyébként, és azért szeretem használni ennél gyakorlatnál. Például, mert ugye egy olyan ökölbeszorítást, tehát egy fogást hozunk létre ezáltal a kezünkben, ami több izomaktivitást eredményez a kar, az alkar, a tenyér izmaiba. Így egy hatékonyabb izomműködést érünk el, mint a felső végtagban, illetve a nyak és a vállövben. Ha nem használsz labdát, akkor javaslom, hogy ökölbe húzd az ujjadat, és egy pici erő legyen itt az öklödben majd. Először is helyezkedj el kényelmes helyzetbe. Én most egy ilyen terpeszülésben helyezkedek el, számomra ez kényelmes, de nyugodtan lehet egy széken ülő helyzet, vagy párnán ülve, törökülésben, sarokülésben, hát tényleg bármi, ami neked kényelmes. Fontos, hogy a testtartásod az megfelelő legyen, tehát a derekad egyenes, vagy enyhén homorú, de semmiképp sem domború, és egy pár percig bírj ebbe a helyzetbe maradni. Na, kezdjünk is neki. Oldalra emeljük a karokat, és először csak karmozgást fogunk végezni. Elkezdjük forgatni a karunkat válból, leforgatjuk ugye a tenyeret is, tehát létre egy mozgás a könyökizületben is, és forgatjuk. Addig, ameddig jól esik, nem kell erőltetni a mozgásokat, az ismétlésre úgy is javulni fog a mozgástartomány, és enyhülni fog, hogyha esetleg van most feszülés valamelyik irányban. Ismételjük most néhányszor, fogalmam sincs hányszor ismételtem, de ha majd gyakorolsz később, akkor javaslom, hogy 10 ismétést végez. Jó, megállunk egy pillanatra, hogyha nagyon elfáradt már ettől a vállad, akkor engedd el, egy picit pihenj. Most össze fogjuk kötni a karmozgást fejmozgással. De amikor fölfelé forgatjuk a tenyeret, akkor fölfelé nézünk úgy, hogy az állunkkal nyújtózunk fölfelé. Tehát nem engedjük így hátra esni a fejet, hanem az állunkkal picit nyújtózunk, és így nézünk föl. Majd lehajtjuk a fejünket, lenézünk, és hátra forgatjuk a tenyeret, és ezt váltogatjuk. És amikor lefelé nézel, akkor egy picit próbáld behúzni az álladat a mellkasod felé. Még kétszer ismételjük. És utolsó. Engedj le egy pillanatra a karodat. Most megfordítjuk az irányt, tehát amikor fölfelé fordítjuk a tenyeret, akkor lefelé nézünk. Tehát kezdjük is úgy, hogy tenyerünk fölfelé néz, lehajtjuk a fejünket, és váltjuk, nézünk, fölfelé forgatjuk hátra a tenyeret. Lehet nyugodtan egy pici erő a kezedben, tehát a szorításban, ahogy ezen én is említettem, tehát hogyha én is labdád, akkor az öklödet húzd pici erővel össze. És továbbra is ismétlünk. És próbálhatod, hogy amikor kevesebb erőt teszel bele, vagy egyáltalán nem teszel erőt, tehát csak lazán tartod a labdát, vagy az öklödet, akkor mit érzel, és amikor megfeszítel, tehát megszorítod a labdát, akkor mit érzel? Jó, lazítsunk, picit megállunk, akár kicsit meg is rázogathatod a karod, hogyha nagyon elfáradt a vállad. Valakinek ettől nagyon el tud fáradni, valaki teljesen jól viseli ezt a gyakorlatot. A következő verzió nagyon hasonló ezt a gyakorlat, de oldalra fogjuk fordítani a fejünket, és ellenirányba rotáljuk a kar. De kezdjük itt is először csak a karmozgással. Mert mondjuk az egyik tenyeret fölfelé, a másikat hátra csavarjuk, és váltjuk. Forgatunk, forgatunk. Még három ismétlés. És lazítunk egy picit, leengedheted a karod, vagy megtarthatod ott oldalt. Majd visszaemeljük a kar, és most összekötjük fejmozgással.
Amelyik tenyeret fölfelé forgatjuk, arra felé fordítjuk a fejünket, a másik tenyerünket pedig lefelé, illetve hátra forgatjuk. Jó? Megcseréljük a karok forgatását, és átfordítjuk a fejünket. Most ezt ismételjük néhányszor. A mozgásokat csak addig vidd el, amíg nem okoznak fájdalmat, mind vállban, mind a nyakadban. Hogyha bármelyik mozgás irányba fájdalmat érzel, akkor végez kisebb mozgásokat, picit pihenünk közben, mehet egy kicsi rázogatás, hogyha szükséges. Jó, és még egy olyan verziót fogunk csinálni ugyanebből a gyakorlatból, hogy ellentétes irányba nézünk, tehát most nem abba az irányba nézünk, ahol fölfelé van forgatva a tenyerünk, hanem arra az irányba, amelyre lefelé forgatjuk épp a tenyerünket, úgyhogy úgy helyezkedj el, hogy lefelé forgatod a tenyered, elnézel a lefelé forgatott tenyered felé, a másikat pedig fölfelé forgatod. Picit szoríthatod a labdákat, és váltunk, fordít a fej és a két kar. És leengedjük, lazítunk. Visszatérünk még egyszer a legelső verzióra, illetve arra a verzióra, amikor egy irányba forgatjuk a karokat és a fejünket, tehát a komplex verzióra, amikor a nyakat és a vállat is megmozgattuk. Tehát fogom meg ismét a labdát, tenyerek fölfelé néznek, fölfelé nézünk is, és forgatjuk le a kart és a fejünket. Talán észre veszed most, hogy sokkal nagyobb már a mozgástartományod, talán a karodat is nagyobb mértékben tudod forgatni, esetleg a fejedet is jobban le tudod hajtani, vagy fölemelni, esetleg könnyedebben. Jó, és elmegyünk a kar, picit rázogassuk meg. Az is elképzelhető, hogy nem érzel nagy változást, csak utána lazábbnak, könnyebbnek, és mobilabbnak érzed a válladat, a nyakadat.